Egyre jobban körülvesz minket a digitális világ. Nem csoda, hogy ezzel párhuzamosan egyre több veszély is leselkedik ránk. Különösen érintettek a gyerekek, akikre így még jobban oda kell figyelnünk. Kialvatlanság, online zaklatás és eszközfüggőség. A technológia világa sok esetben káros a fiatalokra. Egyre többet ülnek a számítógép előtt, és látni a kezükben okostelefon, tabletet, ami sok esetben nehezíti meg számukra az iskolai tanulást. A rossz szokások bármilyen életkorban kialakulhatnak, a tinédzserek azonban különösen hajlamossá válnak azokra, hogy kinyílik előttük a világ. Éppen ez a nyitottság okozza, hogy a fiataloknál sokszor alakul ki eszközfüggőség. A 24.hu által szemlézett tanulmányban arról is szó van, hogy sok tini támogató közegre és információ forrásra talál az interneten. Ugyanakkor az online zaklatás és a radikalizáció kockázatának is kiteszik magukat. A függőség problémáját az is jelzi, hogy az utóbbi időkben egyre több vállalat vezetett be új funkciókat az adott oldalon, illetve alkalmazással töltött idő felmérésére. Erről a súlyos témáról beszélgetünk a következő percekben. Márföld István média szociológussal köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Mióta van egyáltalán ilyen kifejezésünk, hogy média szociológus? Hát szerintem ez elég régóta létező, a szociológián belül egy tudományág lett valamikor ott a 2000-es évek elején, és szerintem most már meg egy abszolút önálló tudomány. Igen, és elég sok feladattal is bír, én azt gondolom. Ami miatt ugye a téma, aminek kapcsán most beszélgetünk, és itt a stúdióban találkoztunk, az az, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekekre, és hogy egyáltalán tisztában vagyunk ezzel, vagy fel tudjuk ezt mérni, mi szülők például? A kezdeti időszak valóban erről szólt, hogy nagyon sok program foglalkozott azzal, hogy milyen veszélyek fenyegetik az online térben a gyerekeket. Amiről szerintem mostanában egyre inkább beszélgetünk, az az, hogy mi ebben a családnak a szerepe, hogyan tudja megóvni a család őket, mert azokat mindenki látja, kívülálló, és hogy teljesen mindegy, utazik egy tömegközlekedési eszközön, hogy mindenki kezében ott van a mobiltelefon, hogy nem lehet szólni a gyerekekhez, úgy mennek az utcán, hogy kezükben ott van a telefon. Mindenki érzi, hogy valamit kellene tenni, mindenki azt mondja, hogy tegyék le a telefont, csak nem teszik le, és nem tudjuk, hogy mit kellene ebbe a dologba tenni. Rengeteget beszélnek arról, hogy ugyanúgy nagyon sok gyerek otthon számítógépen, ha már a játékfüggésről volt szó, akkor ugyanúgy online játékokkal játszik, naposztat, elhanyagolja a tanulást, stb. És hát a probléma valahol ott kezdődött megfordulni, hogy egy-két évvel ezelőtt egy pszichológus nő, és Tari Anna Mária is ugye erről beszélt, hogy hozták sorozatba a problémás gyerekeket, és miközben beszélgettek a gyerekekkel, rá kellett arra döbbenni, hogy ennél ez egy sokkal komplexebb probléma, nem egyedi dologról van szó, ez már a családon belüli szocializációnak része, hogy nem figyeltek oda a gyerekre, és hát a legújabb kutatások már egészen mást mutatnak. Tehát lassan, ha jól belegondolunk, felnő egy olyan generáció, aki már számítógép mellett szülőként felnőtt egy olyan generáció, aki már számítógép használó volt. Ha belegondolunk, biztos, hogy van sok olyan szülő, aki maga is játszott számítógéppel, és hát ugye a legrosszabb esetre visszalépve lehet, hogy bár ő is függő volt, csak akkor még nem így hívták a történetet. Tehát ez egy nagyon érdekes probléma szerintem, és egy elég nehezen kezelhető probléma. És ugye, ha azt vesszük, hogy ezek az eszközök egyre modernebbek lesznek, egyre több funkciót fognak tudni biztosítani a használójának, lehet, hogy ez még több veszélyt is rejthet önmagába. Arról már nem is beszélek, hogy ahogy az orvosok mondják, hogy különböző ízületi problémákat okoz már, ahogyan mindig ugyanúgy tartjuk az ujjaink között a telefonunkat például. A válaszából ugye egy nagyon-nagyon fontos gondolat, ugye az, ahogyan a szülőt látja a gyerek, hogy ő hogyan viselkedik, ő mennyit foglalkozik a telefonjával, a tabletjével, vagy mennyit ül számítógép mellett, ugye, és ez nem feltétlenül munka, mert azért is lehet ott ülni. Tehát innentől kezdve ugye a szociológia és a pszichológia összedolgozik. Egy olyan előadásban, amiket ön tart, mi fér bele
kiknek mondja el, kik tanulhatnak ebből? Általában a szülőkkel, én megmondom őszintén, hogy elsősorban a fiatal generáció tudatos média használatával foglalkoztam az elmúlt években, azoknak a tendenciákkal, amik kialakultak, és hát próbáltam őket egyfajta tudatos média használatra rábírni, és ez döntően inkább arról szólt, hogy azok az információk, amik érik őket, nagyon nehéz abba eligazodni, még egy felnőttnek is, és a világban már rájöttek, hogy a felnővő generációnak ez óriási problémája lesz, hogy ezek között a hírek, álhírek között hogyan fognak tudni eligazodni, és ugye ahhoz próbáltunk olyan támpontokat keresni médiatudatosságra, és olyan tananyagokat kifejleszteni, ami segít nekik, és közben generálódott ez a probléma, miközben ezzel foglalkoztunk, hogy látta az ember a környezetében, hogy ez nem csak, ez esetleg egy családból hozott történet is, hogy milyen történeteket fogadnak el, milyen konteókra vevők, tehát aki egyébként médiát használ, az pontosan látja, hogy mondjuk az interneten található tartalomnak hány százalék az, ami valós információ, és lassan szerintem a nagyobb hányad, ami nem az. És ez is egy óriási probléma, hogy ebbe hogyan lehet eligazodni, nem csak maga a függőség, hogy használja. És egyre több olyan információval találkozik a gyerek, ha belegondolsz abba, onnantól kezdve, hogy ugye arról is szoktam mindig beszélni, hogy egyre korábban lesz eszközhasználó, most már így hívják, de teljesen mindegy, az általában tabletet vagy mobiltelefont jelent. Ugye most megjelent kutatás szerint a gyerekek 81%-a 3 éves korukra már valamilyen elektronikus eszközt, döntően tabletet használ. Ugye ez egy óriási probléma, mindezt teszi felügyelet nélkül, mert általában a szülő arra is használja ezt az eszközt, hogy ő közben végezheti a saját tevékenységét, mert a gyerek jól el van a tablettel, és hát innentől kezdve ugye önmagát szocializálja a gyerek, társszocializáció van, mondják, és hát ugye a család ilyen szempontból háttérbe szorul, és itt kezdődött el a gondolkodás, hogy vajon hogy lehet a család szerepét ebbe erősíteni, hogy lehet olyan kapcsolatokat kialakítani, hogy lehet ezeket a szokásokat, médiahasználati szokásokat befolyásolni, de nincs túl jó hírem. Tehát ez egy nagyon újszerű probléma, nagyon nehezen kezelhető, és ráadásul azért ugye itt különböző, ez egy generációs probléma is, ugye, mert vannak ezek a digitális benszülötteknek, hívjuk őket, akik mondjuk 2000, ez a Z és Alfa generáció, akik beleszülettek. Tehát az a 3 éves gyerek már nem gondolkodik azon, hogy mit és miért kell nyomni, nem is gondolkodott. Vagy mi lenne, ha nem lenne az eszköz? Így van, nem lenne az eszköz, ő már így kapta ezt a, készen ezt a világot. És hát nyilvánvalóan az a szülő, nagyszülő, aki meg nem volt ebben járatos, az nem tud neki ezekbe tanácsokat adni, hogy ezt használd, ezt az appot, vagy ezt a programot, ne használd ezt a programot, tehát ez egy óriási generációs probléma is egy más között. Ugye én szoktam mondani, hogy a nagyik rontják el igazán az unokákat, nem akarom őket megbántani, mert sok ilyen foglalkozás volt, ahol együtt voltak ott nagyik és unokák és szülők, majd el fogom mondani azt is, hogy ez miért érdekes problémát generált, és mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy a nagyi azt mondja, hogy az én kis unokám még olyan pici, de az olyan okos, mert az két kézzel már úgy veri a gépet, csak meg szoktam kérdezni, hogy amúgy mit csinál a gépem? Mert hát ugye pont ez, amit nem kontrollálunk, ugye, hogy feltehetőleg valamilyen játékkal játszik, ha kicsit idősebb, akkor valamit megoszt a Facebookon, az interneten, és legritkább esetben használja mondjuk a tanulás segítő eszközként, vagy valamilyen ismeretszerzési eszközként a telefonját. És hát akkor jönnek a problémák, hogy hogyan lehet ezt valamilyen módon befolyásolni, hogy egyre kevesebb, azt látja már mindenki, hát mondom az adatokat, ez a, ugye 2018 évvégi felmérés, 12-19 éves korosztály naponta közel 6 órát használja. Ez képernyőidőnek hívjuk, de hát tök mindegy, hogy a mobiltelefonon vagy a számítógépen.
Hát ugye elmegy az emberem mellett a történet, mert hogy hát 6 óra az nem is annyira sok, főleg hétvégén, azért mondok egy másik adatot ehhez, hogy úgy helyre tegyük ezt a dolgot, hogy ez azt jelenti, hogy 3 hónapig így egyfolytában egy évből a gép előtt ülsz. Hát mivel egy élő és gerjedő problémáról van szó, én úgy gondolom, hogy ebben a témában is bizonyára lesz még beszélgetés akár ennek a műsornak a keretében, és én köszönöm szépen az információkat. Nincs.